Köszöntöm nézőinket ez a mozaik a Sopron televízióban. Csütörtökön közgyűlést tartottak Sopronban, amelynek témáját nagyban meghatározta az energiaválság. Aztán, hogy érinti ez a helyzet az önkormányzatokat, erről tudakolódom dr. Farkas Ciprián polgármestertől, aki sok szeretettel köszöntök a stúdióban. És nagy tisztelettel köszöntöm a Soproni Televízió nézőket. No, ugye lehet olvasni hogy az országban egyre több önkormányzat döntött úgy, hogy a spórolás útjára lép, hiszen, hiszen az energiaválság erre készíteti őket. Ez valóban ennyire súlyos helyzet? Ez most egy nagyon súlyos helyzet. De mint minden súlyos helyzetnél, akkor járunk el helyesen, hogy először is feltárjuk az okokat, a jobb megértéskedvért, hogy mi az, ami idáig vezetett. Most itt egyértelműen okként azt tudjuk megjelölni, hogy február 24-én kirobbant egy fegyveres konfliktus a szomszédunkban, ami most már jól láthatóan nem egy regionális háború, hanem egy olyan háború, amely a világgazdaságra gyakorol jelentős befolyást, amely hátrányosan érinti Európát. Jellemzően Európát, hiszen az európai országok azok, amelyek kitettek az orosz energiának, és abban az esetben, amikor egy energetikai szempontból kitett törpe szankcionálni kívánja az energiai szempontból gazdag óriást, az nem szokott jóra vezetni az álmos szerint sem. És ennek a levét iszuk is most, hogy a brüsszeli szankciók, azok gyakorlatilag nem zavarják jobban az orosz medvét, most bocsássa meg a kifejezési, mint a kutyát a legyek, viszont mi meg belefulladunk a költségekbe. Tehát megugrott az energiaár, a gázár, a villanyár, az áramár, és ezeket a számlákat ezeket valamilyen módon nekünk az önkormányzati intézmények tekintetében és rendszerek tekintetében ki kell fizetni, meg kell tudni oldani. Na most ez egy megoldhatatlan helyzetet teremt, ennél fogva minden önkormányzatnak át kell tekinteni a helyzetét, hogy mik a lehetőségei, mik a szükségletei, és hogy hol tudja meghozni azt a, azt a kompromisszumot, amit ebben a helyzetben meg kell hozni. Ugye a kormányzati kommunikációban olvashatuk, hogy amelyik önkormányzat próbál spórolni, ott kormányzati segítségre számíthat. Így van ez? Ez így van. Az önkormányzatoknak most arra kell fókuszálni és figyelmet fordítani, hogy mi az a kötelező feladatellátás, amit mindenképpen meg kell valósítani az adott településen. a legfontosabb érdek ahhoz fűződik, hogy a gyerekeink azok jó és egészséges körülmények között tudjanak eleget tenni a bölcsőde, óvoda és iskola látogatási kötelezettségüknek. Fontos és megkerülhetetlen szempont, hogy a szociális ellátó rendszerünk, a bentlakásos idős otthonokra gondolok, azok továbbra is tudjanak funkcionálni és működni. Tehát ezeket a feltételeket minden körülmények között biztosítjuk. Természetesen az önkormányzatnak vannak ezt meghaladóan más kötelezően ellátandó feladata is, de azokon már lehet spórolni. Ilyen a közvilágítás ilyen a tömegközlekedés. Ezeket is áttekintettük, és megvizsgáltuk ezeket a területeket, és azt néztük, hogy hol mennyi forintot tudunk megsporolni annak érdekében, hogy mindenre jusson, minden közszolgáltatásra jusson pénz. Ami e fölött van, abból kell valamit elengednünk. Ezért zárt be a gyík például, jövő április 30-ig minden bizonyjal, hiszen nem tudjuk kifizetni a rezsiszámláit. Ezért kell korlátoznunk a múzeumot, a múzeum látogatását egy látogatási üzemszünettel, szinte jövő év április 30-ig a múzeum nem lesz látogatható egyetlen épületesen Sopronban. Ezért kell a könyvtárat, a Soproni Városi Széchenyi könyvtárat részlegesen bezárnunk, hetente két napon lesz nyitva, az időpontok megtekinthetők majd a könyvtárnak a honlapján, szombaton és pénteken emlékeim szerint. Ez mind-mind-mind olyan intézkedés, amelyet nehéz szívvel hoztunk meg, de azért hoztuk meg, hogy a város működő és a költséget és egyensúlyát fenntartsuk. A Soproni polgárok mindenkorban magasra tették a lécet, meg tudtak küzdeni a problémáikkal, meg tudták oldani azt, amit a történelem elég hozott. Meg tudtuk oldani ezt 1921-ben, meg tudtuk oldani 1989-ben, és én meggyőződésem, hogy a Soproniak a válvetve, egymással összefogva most is túl fognak jutni a nehézségeken. Említette a, a múzeumot, hogy látogatási tilalom lesz, tehát ez azt jelenti, hogy a, a, az ott dolgozó munkatársak továbbra is bemennek a munkahelyükre, elvégzik a feladataikat, csak a múzeumokban tényleg a látogatók nem tették. Így van, a, a múzeum látogatási üzemszünete, ezt jelenti, hogy önfogalmazott fogalmazott az imént. Mennyire lehet segíteni egyébként az önkormányzati által fenntartott intézményeket. Tehát, hogy van-e erre bármilyen előírás, hogy náluk mi az, amit be kell tartani azoknál, amelyek még továbbra is működnek. Nézze, a kormányi hallottuk az elmúlt időszakban, hogy a kormány arra kéri a cégeket, államintézményeket, hogy 25% spóroljanak meg a működésük során. Ezt mi is érvényesíteni kívánjuk a saját intézményrendszerünk tekintetében. Természetesen az a polgármester iata épületét is érinti. Érinti a bölcsődéket, az óvodákat, és minden olyan soprani önkormányzat gondozásában levő intézményt, amely a mi hatáskörünkbe tartozik. Azt jelenti, hogy szeretnénk úgy működtetni ezeket a létesítményeket, olyan odafigyeléssel, olyan gondossággal, hogy megtakarítsuk az eddig megfizetett gáz árának a 25%-át. Ezt most vizsgáljuk, ennek a műszaki feltételeit, és én bízom benne, hogy ezt a mennyiséget mi is el tudjuk érni odafigyeléssel. A közgyűlésen elfogadtak egy előterjesztést az üresen álló állami ingatlanokról is, beszéljünk erről is, hiszen, hiszen az önkormányzat szeretné ugye átvenni például a Rösfrigyes tűzoltó laktanyát, amely jelen pillanatban állami tulajdon. Így van, ugye ne felejtsük el, hogy 11 nehány esztendővel ezelőtt, most bocsáss meg, pontosan nem emlékszem az évszámra, az állam gondoskodásba vett a városi tűzoltóságokat. Ilyetté módon a tűzoltó laktonya is akkor ingat, a tulajdon jogilag az állam tulajdonába került. Azonban nekünk itt Sopronban az elmúlt években megadatott az, hogy az ország első rendészeti integrált központja megvalósult, majdnem 11 milliárd forintos beruházásban, ahol Magyarország elsőként a tűzoltóság és a rendőrség egy objektumban került elhelyezésre, és 21. századi körülmények között tudják ellátni a feladataikat. Ennél fogva megörült a tűzoltó laktanya, ami még egyszer mondom, 11 néhány évvel ezelőtt még a város tulajdonában volt. Tehát úgy gondoltuk, hogy akkor járunk el helyesen, és miért ne tennénk, hogyha a polgárok egykori tulajdonát most visszakérjük az államtól. Funkcióként végleges döntés még nincs, hogy mi kerül bele. Mi úgy gondoltuk, hogy szociális oktatás, hogy valami fajta kulturális funkciót tudunk bele elképzelni, de más is szóba jöhet. Egyelőre annyi történt, hogy a közgyűlés tegnap arról döntött, hogy ezt az ingatlanat mi most az államtól visszakérjük. Nem a közgyűlés témája volt, viszont a tegnapi napon, illetve egészen pontosan a csütörtökön három ausztriai polgármesterrel találkozott. Ez számomra egy érdekes téma, hiszen, hiszen ha jól tudom, akkor egyrésztről Burgerlandban választások lesznek a, a hétvégén, másrésztről pedig egy, egy, olyan fontos téma került elő, ami az A3-as autópálya, ugye, amely összeköttetésbe kerülhetne a mi M85-ös autó Ami tény, a magyar kormány 2024. negyedik negyedévéig az M85-ös gyorsforgalmi utat megépíti az osztrák államhatárig. Ez így van. Ez az építkezés most is folyik, az alagutat áttörtük az egyik csatornáján, a másikon is jól haladnak a munkálatok, és aki arra jár, az látja, hogy a munka nem áll meg, az zajlik és halad. Most ez úgy került reflektorfénybe Ausztriába, Burgenlandba, hogy október másodikán, azaz vasárnap valóban önkormányzati választások lesznek, és három polgármester keresett meg engem, a Doborjáni, a Sopronyék és a Sopron keresztúri, akik jelezték, hogy innentől fogva szeretnének időközönként a Sopronnal is leülni tárgyalni, és nem csak ők vannak, hozták a többiek üzenetét is, hogy egyeztessünk olyan kérdésekben, amely mindannyiunkat érinti. Tehát azt kell látni, hogy most egy határ ezt a vidéket, de ez egy közös otthon. Osztrákok, magyarok ebben a térségben, éltek évszázadok óta békében egymással, német ajkúak és magyarajkúak, horvát ajkújak, és vannak közös értékeink, nem csak LISZT és a Kék Frankos, de például most ezekről is tudunk beszélni, vannak ö, közös problémáink is például az energiaválság, beszélgettem a polgármesterúrakkal, őket is bizonyosultja eléggé, és vannak közös céljaink, és azt gondolom, hogy a magas szintű közúti kapcsolatok megteremtése, határon átívelő közúti kapcsolatok megteremtése egy ilyen közös cél. Én személy szerint nagyon boldog vagyok, hogy vannak most már osztrák polgármesterek Burgenlandban odállt, akik azért kampányolnak, hogy az osztrákok megépítsék azt az átkötő szakaszt, ami Sopron-Bécs között megteremtene egy gyorsforgalmi útkapcsolatot. Uh, nyilvánvalóan az élet előbb utóbb utat tör magának, és nem fenntartható a jelenlegi burgenlandi álláspont, de ez az ő dolguk, a magyar kormány csak Magyarországon tud utat építeni. Egyébként lehet ebben egy olyan ö, koncepció, hogy ugye most per pillanat, ö, nem tudom pontosan megmondani, hogy hány tonnás járművek, de azok ugye nem haladhatnak tovább Sopronig jönnek, és onnan átmennek Deutschkreutznál az osztrák oldalra, és ott haladnak tovább. Tehát a forgalom most per pillanat az érintett polgármesterek települései mellett halad el. Ha megépülne az autópálya, akkor lehet, hogy ezen lehetne változtatni. Én pontosan jól látják. Hát melyik az a vidéki kisebb települési polgármester, aki annak, annak örül, hogy nagy kamionok mennek át a településén? Nyilvánvalóan senki. Ők is szeretnének erre megoldást találni, és elkerülni, az M85, valamint az A3-as összekapcsolás egy megoldás jelenten erre a problémára. Arról beszéltek, hogy mikor találkoznak legközelebb egyébként? nekik most egy választás van, október 2-án vasárnap, drukkolunk nekik, sok sikert. Aztán, amikor túl vannak rajta, meglátjuk, hogy ki hol lesz, és az élet úgy hozza, fogunk egymással találkozni mindenképpen gyakrabban, mint azt eddig tettük. István, még egyszer itt a beszélgetés végén térjünk vissza a takarékosságra. Ugye ez tulajdonképpen most mondhatjuk, hogy nem csak az önkormányzatot, az államot, hanem magát a polgárokat is érinti, nekik is ebből ki kell venni a részüket. Így van, ez mindenkit érint, ez egy olyan helyzet, amelyet nem mi kértünk, hanem kaptunk, nem mi idéztünk elő, de nekünk kell megoldani. A magyar kormány intézkedésének betudhatóan a polgárokat az átlagfogyasztás mértékig a rezsicsökkentett ár továbbra is védi, és egyelőre úgy látjuk, hogy ebbe jóval többen tudnak beletartozni, mint azt előzőleg egyébként gondoltuk volna. Az önkormányzat mindent elkövet, hogy saját magán spóroljon. Ennek nyilván a városban látható jele is lesznek az elkövetkezendő időszakban. Én a soproni polgároktól megértést és türelmet kívánok, és együttműködést. Én biztos vagyok benne, hogy közösen túl fogunk jutni ezen a problémán is. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és természetesen várjuk az újabb információkat. Majd. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!